bezár az utolsó pesti underground hely, mondják az alternatív kultúra kedvelői. Közparkot a szemét helyett, mondja a fővárosi és az illetékes 9. kerületi önkormányzat. Szomorú mementó, hogy annyira nyúltak csak hozzá az egész, hogy most is látszik az a falakon minden. Hányszor eljött, még megnézem, mert a székemen hol támaszkodtam, mindig a falakon, hogy hintáztam el és kidrözsöltem, mert ott van a nyomra ki most is. Hanem egy hasonló jellegű szellemiségüvelyet szeretnénk létrehozni, ezért rendkívül nehéz egy olyan épületet találni, ami hasonló jellegű adottságokkal rendelkezik, mint ez. A néhány négyzetméter, amit most nézek, ilyenkor is egészen elhűlök, hogy milyen pici volt ez az egész. Micsoda ergonómia, egy csoda volt, hogy volt benne nagy terem, kis terem, kamaraterem, nagy teremben mozifilmeket is lehetett tenni, koncerteket is, hatalmas külső tér, rengeteg fa volt benne. Leginkább a Tilos Rádiót érinti. A 200 munkatárssal eddig 85 ezer élő órával a hátuk mögött még nem tudják, hol tudnak majd alkalmazkodni a környezeti megterhelésekhez. Nagy terhelést jelentenénk például egy lakóháznak, mi nem vehetünk bérbe egy még oly nagy lakást sem. Egy nyitott műhely volt az egész, függetlenül volt benne több iroda, tervezőiroda, a grafikusok működtek, a rádióstúdiónak a irodai adminisztrációs részei. Eddig 70-80 lehetőséget kínált fel a kerületvezetés, csak időkérdése, hogy megtalálják a költözésre alkalmas helyszínt. Segítenek az önkormányzat és a főváros is, és a 9. kerület is partneredben. Én elsősorban, mint zenekari tagként voltam jelen a Kultiplexben. Szerintem a Kulti az egy nagyon jó közösségteremtő helyszín volt. Katyvaszban ott aztán jó dolgok is tudtak kisülni, és a Kulti az ilyen volt, és ez a fajta underground szellemiség, ez egy nagyon nagy szó, és ezzel lehet tök jól dobálozni, underground szellemiség, de hogy egyébként meg tényleg, tehát hogy az, hogy egy új dolgok születtek a semmiből. Kb. Volt 3-4-5 olyan klub a városban, ami beárazott téged. Tehát ha te tényező voltál, akkor játszottál ezeken a helyeken. Vagy fordítva is igaz, sőt esetemben is így igaz, ha játszottál ezeken a helyeken, akkor te tényezővé váltál. A szó jó értelemben vett dekadencia, fésületlenség, kicsit innováció is. Ezek a helyek, vagy az ilyen intézmények mindig akkor válnak kivételessé, ha van valaki, aki erős, stabil kézzel, jó ízléssel, nyitottsággal, rugalmassággal, innovációval az egészet pályára állítja, és folyamatosan erősen egyben is tartja. És hát Istvánka ilyen volt ezen a helyen nekem. Egészen furcsa, eklektikus keresztmetszetét lehetett kapni a budapesti valóságnak, a csúcs értelmiségétől, az utcaserpróig itt volt mindenki. Fantasztikus kis ilyen művészeti sziget volt az egész, ez napközben, és akkor reggel már kinyitott, és itt mindig történt valami. És ha jól emlékszem, szerintem az első teljes Luditák koncert, ami zenekarral volt, és nem DJ-vel, az a Kultiban volt, hát 2005-ben talán. Sajnos az is tény, hogy néha a koncertezés, DJ-zés, ami kint volt, meg az iszogatás, az egy kicsit beszivárgott a stúdióba is, nem egyszerűen, hogy reggel úgy vezet ki a stúdió, mint egy varacskos disztó. Én mind a mai napig ebből próbálok zakatolni szakmailag. Amit így igaz egy klubra, az valójában igaz tud lenni egy DJ karrierre, vagy egy set minőségére is, hogy hogyan van benne a folyamatos innováció keresés, a időnként elhelyezett gegek vagy meglepetések mellett megfelelő pillanatokban egy-egy főhajtás is elhelyezve, boomer ügyek ide-oda, egyszerűen nem megengedhető, hogy ezeket ne tudja az ember, ne legyen tisztában azzal, és ne legyen kellőképpen tisztelettel azok iránt, akik annak idején ledekpákott az alapköveket. Hogy megszűnt a
Ráckert, megszűnt a Westbalkán, megszűnt a Süsű, megszűnt a Kultiplex. Valahogy a városnak, a vezetésnek, a politikának nem olyan fontos, hogy a fiataloknak vagy egy generációnak legyenek ilyen találkozási helyei, amik nem szépek, nem gyönyörűek, nem műemlékek, nem így, hanem oda szeretnek menni az emberek. Én, ha városvezető lennék, azt mondanám, hogy lehet, hogy nem értem meg, hogy ezek kis koszlott, lebukant, máladozó valami kell nekik, megveszem nekik. Ha ezt így szeretik, akkor legyen az övéké, és töltse be ezt a funkciót. Ezek a helyek is szabályos, hogy menekülőben vannak egyre, kijebb szorulnak a városból, a város szívéből, és ilyen elképesztő, hogy a város majdnem epicentrumában egy ilyen létezhetett. Örüljünk neki legalább, hogy ez 8 évig megvolt.